Lezárult egy év, és elindult egy új. Ilyenkor van itt az ideje az évértékelésnek. Az állami erdészetek 2014. évi eredményeiről és 2015. évi terveiről kérdeztük dr. Bitay Márton őrset, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtitkárát. A 2014-es év sok szempontból különleges volt. Mindig vannak változások a kormányzati struktúrában. Ennek megfelelően az új szerkezet, ami kialakult, az az eredeti célokat, csak egy kicsit megújult köntösben, egészen pontosan fogalmazva próbálja minél sikeresebben végigvinni, mert hát a munkának az elején tartunk. Ennek az átalakulásnak volt az eredménye az, hogy a 22 állami erdőgazdaság 23 év után visszakerült a Földművelésügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá, és a belső kormányzati struktúra megosztásában az állami földekért felelős államtitkárságnak lett a feladata a napi munkavégzés az állami erdőgazdaságok felügyeletének ellátása, illetve munkájuknak az irányítása. Nekem feltett szándékom egyébként a ciklus során elérni azt az eredményt, hogy egy picit az erdész társadalom megbecsültsége növekedjen, egy nagyon is gondos és a jó gazda módjára gazdálkodó erdész társadalom van Magyarországon. Azokat a közjóléti funkciókat, amelyeket szeretnénk ellátni és bővíteni, azokat a lehetőségeket, amelyeket minél nagyobb mértékben szeretnénk a vidéki lakosság számára elérhetővé tenni, azokat a előnyöket, amelyeket szeretnénk, hogy a ciklus végére ezen állami erdőgazdaságok területén élő, lévő önkormányzati közösségek élvezzenek, ezeknek mind valamilyen gazdasági alapot kell teremteni. Mert egyébként nem lehet miből kilátót fejleszteni, egyébként nem lehet miből a gyerekeket megkirándultatni az erdei iskolába, egyébként nagyon nehéz a természet szeretetére, védelmére, vagy éppen a környezetünk védelmére tanítani őket. Ez mind forrás kérdése is. És hogyha azt mondom, hogy ez a rendszer ez valamennyire önjáró, akkor ez azzal tud önjáró lenni, hogy vannak a másik oldalon profitorientált vállalkozásaink, vannak a másik oldalon egy gazdasági érdekünk, amit folyamatosan fenn kell tartani, és ezt fejleszteni szükséges a jövőben is. Én azt látom, hogy egy nagyon szakszerű és okszerű vadgazdálkodás folyik Magyarországon, még úgy is, hogy látom azért vannak hiányosságok, a nagyvad állomány szabályozással kapcsolatosan még vannak feladataink, vagy az apróvad állománynak a problematikáját is említhetném, ami ugye borzasztóan lecsökkent, és ezzel is valamit kezdeni kell. Összességében azért kiemelkedő évet zárhatunk, ez így van. Ezen belül az állami erdőgazdaságra külön is büszke vagyok, mert az a magyar vadászati hagyomány, az a magyar vadászati kultúra, aminek a segítségével vadásztatnak ezek az erdőgazdaságok, az már tulajdonképpen szinte csak ezeken a területeken követhető nyomon. Sajnos elég kevés helyen fordítunk nagy hangsúlyt ezeknek a hagyományoknak az őrzésére. Talán ez is lehet valamilyen emocionális cél majd a közeljövőben, hogy egy picit élénkítsük és még nagyobb tiszteletbe tartsuk a vadat, ne csak anyagi forrás szerzésként tekintsünk rá. Hát a legnagyobb partnere az államnak tulajdonképpen a végeken, ha szabad így mondani, a hivatásos vadászok. A jogszabályokból eredő feladatokat neki kell végrehajtani és végrehajtatni, betartatni a helyi vadászokkal. Úgyhogy a hivatásos vadászokra mindenképpen nagyban szeretnénk támaszkodni. Fontos, hogy az ő státuszok rendezve legyen, hogy az állam megfelelő szerepet vállaljon ebben a kérdésben. A jogszabályi környezetek átalakítása kerül itt mindenképpen elő, amiről beszélni kell. Azt gondolom, hogy időszerű a vadászati törvény, időszerű az erdészeti törvény és időszerű a természetvédelmi törvénynek az átalakítása, és a vadvédelméről, a vadászatról szóló törvény kapcsán bizony nagyon sok módosításra szükség van. Itt az ideje, hogy a mai kor kívánalmainak megfelelően tudjuk szabályozni, hogy megadjuk a természetnek a rekreációs lehetőséget, megadjuk a vadnak a tiszteletet, ugyanakkor tudjunk válaszolni a felmerülő problémákra, a vadkár, a nagyvad túlszaporulata, az apró vad
kihasználtság, illetve használhatóság visszaszorulásának a kérdésére is a megfelelő válaszokat meg tudjuk adni. És nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a kormányzati ötletek és a kormányzati döntések mögött mindig van egy végrehajtói apparátus, és itt most nem csak a minisztériumi apparátusra gondolok, hanem az erdészekre, a vadászokra, akik ezeket a törekvéseket támogatni tudják, akik ezeket a törekvéseket végrehajtani tudják. Én azt kérem tőlük, hogy támogassanak minket, és közösen hajtsuk végre ezeket a terveket. Egyben köszönöm nekik a 2014-es évet, hogy nagyon sok mindenben partnerek voltak, és nyilvánvaló ennek az évnek, a 2014-es év eredményeinek az oroszlán része az az ő kezükben keletkezett, az ő kezükből keletkezett érték, és ezt ezúton is szeretném nekik megköszönni. A Verga ZRT hagyományosan a karácsonyi ünnepek előtt rendezte meg családi napját, amelyre a Veszprémi megyeháza Szent István termében került sor. Szerettük volna azt, hogy egy olyan karácsonyi áhítatot tudjunk ide varázsolni, amely nagyon fontos és nagyon szükséges, és még fontosabbnak tartom azt, hogy ezeket az érzéseket próbáljuk meg átvinni az év többi részére, többi szakára is. Veszprém megye jó város, Kromberi tíz arany emlékérmet adományoz Tengerdi Győzőnek, a Verga ZRT vezérigazgatójának. A Kromberi tíz azt jelenti, hogy érdemeljünk. Én ezt mindenkitől nem tudom, hogy érdemeljünk ilyen. Mindre a közel 90 ember állhatva itt mellettem, aki a Vergában dolgozik. Ez a közös kitüntetésünk, a Verga minden egyes dolgozónak a kitüntetése. Még egyszer meg szeretném köszönni a munkát, és meg szeretném köszönni ezt a kitüntetést a Verga egész kollektívára. Remélem, hogy mindenki megérzi, átérzi. Divatos szóval átjönnek azok az érzések, amelyek a racionális munka mögött vannak, hiszen a négy láb, amelyről beszélünk, amely a Verga működésének az alapkövei, azok egy része racionális, hiszen gazdálkodásról beszélünk, de ott van mellette a társadalmi felelősségvállalás, ott van a közjólét, és ott van a negyedik láb, amely ilyen szempontból talán a legjelentősebb, hiszen a kultúra, a hagyományápolás, a magyarságtudat, a határon túli magyarok ügye, a honismeret, hazaszeretet, patriotizmus, lokálpatriotizmus, ezek mind olyan érzések és olyan eszmék, amelyek remélem most már mindenki látja, hogy átszövik, áthatják a Verga működését. Hadd tegyem azt hozzá, ami azt hiszem legalább ennyire pozitív, hogy hihetetlenül szociálisan érzékenyek, nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy hol és milyen módon tudnak segíteni azoknak az embertársainknak, akik valamilyen oknál fogva kevesebbet kaptak az életben. Egy kicsit talán ezáltal megfelelnek annak, amit a születő kis Jézus várt tőlünk, valamennyiüktől, emberektől. A szeretet ünnepel karácsony, és itt eszébe jut az embernek, hogy a szeretet szóra a görög nyelvben van a legtöbb kifejezés, három is. Az elsőt úgy mondják, hogy erosz. Így lehetne lefordítani, hogy szeretlek azért, mert jó vagy, mert szép vagy, mert szükségem van rád. Így szeretik egymást például a hitvesek, a szerelmesek is, és ez önmagában egy nagyon jó dolog. A következő szó a görögben a filia, amely már a kölcsönösséget is feltételezi. Így lehetne lefordítani, hogy szeretlek, mert te is szeretsz engem. Tehát ilyen szeretettel szeretjük például idős szüleinket. És végül a harmadik szó a görögben az agapé, amely pedig már a teljesen tiszta, önzetlen szeretetet fejezi ki. Szeretlek minden feltétel, minden megszorítás, minden megkötöttség nélkül. Ez az a szeretet, amely a Jézus is szeretett minket. Nem csak akkor, amikor meghalt értünk, hanem már akkor is, amikor lejött a földre. Ez a három szeretet együtt kell, hogy meglegyen bennünk.
ez a háromféle szeretet együtt van meg bennünk, akkor juthatunk el az igazi boldogságra. A Nyírerdő ZRT Guti erdészetében nem könnyű vadászati idényen vannak túl a szeszélyes időjárás miatt. Ennek tulajdoníthatóan az átlag agancsúly kisebb volt az elmúlt évekhez viszonyítva, ugyanakkor ennyi dámbikát még sohasem hoztak terítékre. Több mint 40 éves múlta tekint vissza a dám gúton. A környékben 20 kilométeren belül telepített más kisebb populációk összes egyede itt állt meg úton, tehát kiválasztották maguknak a guti vadászterületet. Tulajdonképpen látszott mindjárt az elején, hogy nem lesz rossz a minősége ennek a populációnak. Hát az utóbbi 10 évet érdemes, majd 15 évet érdemes már tulajdonképpen együtt kezelni, mert akkor kialakult a jelenlegi állomány nagysága, amely teljes egyensúlyban van a itteni egyéb természeti értékekkel, hisz védett területeink is vannak a vadászterületünkön, az Alföld legértékesebb kocsányos tölgyeit, a világ legszebb akácerdéjét kezeljük. Itt még egy igazi ősi egyensúly áll fönn. Hát talán ezt is vette észre a CIC ezzel a két Edmond Blanc díjjal, amelyik nem csak a nagy vadászati értékű dán világrekordok miatt kaptuk, hanem ennek az egyensúlynak a megtartása melletti nagy dánbikákért kaptuk. Még nem értük el a trófeás maximumot, hisz azért ez a 100 fölötti dámlapátosnál 4 kiló fölött elért átlagsúly, azért ez egy rendkívüli nagy szám. Azt a gyakorlatot folytatjuk, hogy mindig meghagyunk több ismert erős nagybikát, amit határesetnek vélünk korban. A nagybika születéséhez alapvetően a korai selejtezés szükséges, és utána a jóképességű bikának a lehető legkésőbbi terítékre hozása, úgy, hogy még ne rakjon vissza. Mi általában 10 bikából 8-at visszarakatunk, tehát a következő évben túlkerül a csúcson a bika, de kettő nem, és ez a kettő, ez lesz a világranglistás bika, vagy sok világranglistás bikából a világrekord és a másik világrekord. Területen a gímszarvas is jelen van. 2-3 év múlva őket is megcsodálhatják a vadászok. Hát ez a bika most olyan 11, legfeljebb 12 éves. Úgy döntöttünk, hogy még legalább 2 évet hagyjuk, hisz ismerve a korábbi agancsait, nagyon hajlamos a bika a vastagodásra. A tavalyi agancsához képest közel 2 kilót, de másfél kilót biztosan fölrakott. Egy kicsit helyenként rövidnek tűnik az agancs, de ez nem így van, ez közel 120 centi szárhosszú bika, mert ennek a testtömege közel 300 kiló, így együtt az élő súlya. Azért ez már kárpáti testméretnek felel meg. Gyönyörű. Hát ez a másik nagyobbacska bikánk, amit szintén szeretnénk legalább 2 évig még megőrizni. Ez talán egy évvel idősebb, páros 18-as. Ez az általam valaha látott legnagyobb testű bika, ez iszonyatos. Szerintem 350 kiló is van a bőgés, legvégén láttam 25 tehénnel. Írdatlan. Ez az akácsarj közel 2 méter magas, és hát ebből így látszik, hogy a többi gímnek, még a feje sem, a tehénnek a feje sem látszik ki. Ő pedig hát itt uralja a mezőnyt. Borzasztóan vaskos. Hát ez talán közel 13 kilóba is hajlik ez a bika. Itt a tél mínuszokkal és sok húval. Most nagyon elkelnek a meleg vadász öltözetek, lábravalók. Szükség van olyan felszerelésre, amely nem csak abban segíti a vadászt, hogy ne fázzon és az adott időjárási szituációt komfortosan élje meg,
hanem abban is, hogy gond nélkül élvezhesse a téli vadászat örömeit. Érdemes tehát alaposan megtervezni a kinti ruházatot. Ebben kapunk most segítséget, hiszen a Grube Kft. Érdi szaküzletében a téli vadászathoz, az outdoor időtöltéshez szükséges felszerelések rendkívül széles választékát találjuk. A közelgő nagy térre való tekintettel a Grube Kft. Egy újdonságot szeretne bemutatni. Ez az újdonság a Groups márkának a Snowline 12.5 nevű speciális, funkcionális csizmája, mely annyiban különbözik az eddigi csizmáktól, hogy olyan különböző funkciókat egyesített egy csizmába, ami korábban inkább csak egy-egy elemében volt jelen különböző lábbelikben. Felső része egy elasztikus, vastag, nagyon-nagyon jól szigetelő neoprénből készült anyag. Ez azért fontos, ez az elasztikussága, mert könnyű ezáltal fölvenni, illetve levenni a csizmát a lábunkról. A belső része az egy kötött frottír, ami nagyon-nagyon komfortos, puha, és nem töri fel a lábunkat, hogyha hosszan gyalogolunk, akkor sem. Az alsó része az egy természetes kaucsukból készült anyag, az órésze megerősítéssel készült, illetve az Achilles in is meg van erősítve. A középtalp egy puha anyagból készült, ami nagyon-nagyon jó sarokcsillapítással rendelkezik, tehát hogyha hosszan gyalogolunk, akkor is védi a lábunkat, illetve a sarokizületet. A talpáról meg azt kell tudni, annyiban speciális, hogy a túrázós, hegymászós bakkancsok mintájára ebből a speciális vibrám anyagból készült, rendkívül jó precézettséggel. A Groups csizma gyártója a dobozán feltünteti, hogy mínusz 50 fokig garantálja ennek a csizmának a használatát. Ez egy körülbelüli érték, de többszörösen letesztelt, tehát nem hasraütésszerűen került ez az adat rá a dobozára. Itt érdi üzletünkben azonnal készletről ki tudjuk szolgálni kedves érdeklődő ügyfeleinket, illetve az érdi boltunk mellett a webshopon keresztül is rendelhető a Groups csizma. Az Országos Magyar Vadászkamara november 7-én 60-ban a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban rendezett országos tanácskozást a vadászterületeken szolgálatot teljesítő hivatásos vadászok számára. A rendezvény jelentőségét mutatta az is, hogy az OMVK-OMVV szakmai partnerei, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi Minisztérium, a NÉBIH, valamint az URFK vezetői is megtisztelték a tanácskozást. Tisztelt vendégek, tisztelt megjelent hivatásos vadászok! A jelenlegi jogszabályi környezet és annak esetleges problémaköreit szeretném, mint egy diagnózist felvázolni, majd ezt követően egy előre mutatónak tűnő, legalábbis számunkra, megoldási lehetőséget. Elméletileg a jogszabályból egy ilyen hierarchia következik. Hozzáteszem, hogy szigorúan együttműködésen alapuló hierarchia ez, tehát nem diktál a vadászatra jogosult a föld tulajdonosnak, de elvileg szakmailag felkészültebb kell legyen e témakörben, hiszen hivatásos vadászt, vadászokat alkalmaz. Ki szakértő? A VTV szerint ugye sajnos megint találkozunk egy nem kellően körülírt meghatározással. Ugye vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár becslését közép- vagy felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezhet. Kérdőjel, felkiáltójel, milyen szakirányú végzettségre gondolunk? A szakértőre vonatkozóan az 58. paragrafus rendelkezik, miszerint a harmadik bekezdését emeltem ki, mert ez úgy hivatkozik vissza aztán a VTV-re. Ha a jogszabály meghatározott szakértő igénybevételét írja elő, úgy ezt kell igénybe venni, ez utal vissza a VTV szerinti szakértői körre megítélésem szerint. Nagyon sok esetben találkozhatunk az úgynevezett szubjektív vadkárbestési módszerrel, hát ez egy elég szélséges példa, amikor a tábla széléről benéz valaki a táblába, de sajnos valós.
ez tiltott. A vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadkár pecslőre, vadkár szakértőre is az igazságügyi szakértői törvény vonatkozik. Azaz ismernie kell és alkalmaznia kell a éppen aktuális módszereket, eszközöket. Azaz a plató belenézek nem alkalmazható. Ezt simán egyébként bíróságon el lehet az ilyet jó esetben úgymond bukni. Miért is van szükség arra, hogy tényleg objektív, a lehető legobjektívebb módon próbálják felmérni? Úgy véljük ebben a körben, hogy közel 4 milliárd forint a kifizetett vadkár ilyen vagy olyan módon. Azt hiszem, hogy ez az összeg, ez úgymond megérdemli azt, hogy komolyan foglalkozzon vele mindkét fél és mindenki. Ugye a felméréseket úgynevezett mintatereken valósítjuk meg, hasonlóan, mint mondjuk egy vadállomány becslésnél. Mindenképpen megfelelő méretű, adott növénykultúrához igazított, termelőszetés technológiához igazított, megfelelő számú, elhelyezésű, véletlen vagy szisztematikus kijelölési mintatér szükséges. Tehát nem táblaszéle plató, még egyszer mondom, tabu. Amikor a vadkárbecslő szakértő úgy lépi le mondjuk a 13,13 métert vagy valamit, ami ugye egy 1000 hektáros mintatér, az nem egy elfogadott módszer. Szalagokat lehet venni pár forintért, és mérünk. Tehát egy növényes tévedésnél már is 1000 növénnyel tévedek. Igaz, hogy nem túl nagy, 2 tized tonna terméskülönbség van, de ha mondjuk a lépésemből eredően még nagyobbat tévedek, és 65 000 lesz a 60 helyett, akkor már is 1 tonna termés átlag különbség jön ki. Mai áron számolva igaz, hogy csak hektáronként 30-35 000 forintról van szó, de sok hektárnál lesz sok pénz. És addig, amíg a szarvas nem kezd el golfozni, addig ilyeneket csinál, ugye ez itt egy megrágott napraforgó van, tehát addig van feladat, hogy ezt a jelenleg a vadgazdálkodás, hazai vadgazdálkodás egyik talán legneurologikusabb pontját rendbe tegyük, már csak azért is, hogy mindkét fél megelégedettsége kicsit növekedjen, és ezáltal a vadász társadalom megítélése is egy kicsit javuljon. Papírra vetett hangjegyeket tehetséges, fiatal művészek keltik életre a Misla Art barokk zenei műhelyének otthont biztosító Nemeskéri kastélyban. A barokk jellegű kúria elsősorban a kortárs, képző és zeneművészek számára nyújt hátteret művészi tevékenységük folytatására. Nyugodt és harmonikus helyet az alkotáshoz, szabad, alkotói szellemű műhelyt a szabadban. Hát először kb. 2 éve jártam itt. Akkor megérkeztünk, hát rögtön lenyűgöző volt a táj, ugye, hogy az ember erre jön, és akkor vadakat láttunk, végigjöttünk az erdőn, egy ilyen úttalan utakon, és akkor egy ilyen gyönyörű, szép kis kastély megjelent előttünk. Bejöttünk, nagyon kedves emberek, már nagyon vártak, gyertek, és akkor nem az volt, hogy most próba, hanem egy kicsit a konyhába benéztünk, na egy pálinkát az ígyunk meg, na még ez, és akkor úgy szépen lassan a zene fel is elkezdtünk haladni, és hát úgy olyan a nyugodt körülmények között, úgy, ahogy én azt én szerettem, végre eljött a koncert ideje, ahol még megjelent még nagyon sok kedves ember, és hát egy felszabadult és jó érzésű koncertet tudtunk adni. Amiután azt éreztem, hogy hát igen, most én mit tudom, már 20 éve zenélek, és itt játszom a gambán, és nagyon ritka az, hogy azt érezzem, hogy most valahogy ez a zene olyan környezetbe került, ahova való. Mikor elkészültünk ezzel a kúriával, amit közcélra szerettünk volna használni, akkor Dínyi és Soma barátunk jött le kipróbálni a termeket, meg a kinti tereket, hogy hol a legjobb koncerteket tartani. És úgy gondolom, hogy az ő lelkét is megérintette itt valami ebből a hangulatból, ezért mondta, hogy próbáljon meg a koncerteken, meg a komoly zenei előadásokon kívül mesterkurzusokat rendezni, ilyen hétvégéket, hogy ahol a diákokat a barokk zenei felkészülését segítheti, mivel kevés lehetőség van ilyen jellegű továbbképzésre. Tavaly előtt jutottam el legelőször ide, és Urbanes Kristóf tanít gambát, és hát nagyon, szóval nagyon, nagyon nagy élmény volt. Tényleg az, hogy egy héten keresztül csak ezzel foglalkozni, amit egyébként hát azért olyan rendszeresen nem tudunk csinálni évközben. Hát volt, hogy 50 fő olaszok, németek, osztrákok, vegyesen mindenki, és nagyon összefort a társaság, szóval a kurzus végére már
a itteni tanároknak tanítottuk, meg ilyen magyar népi dalmokat játszottunk mindenféle régi hangszereken, és az olaszok moldvai táncot jártak rá nagy örömmel. Szóval nagyon vették ezt a kultúrát, vagyis ezt a régi zene mellett ezt a népi vonalt, amit így behoztunk így. Trupa olyan ember jön, aki azért jön ide, mert a barokkzenét szereti, és ezt akarja csinálni, ezzel akar itt foglalkozni. Azon kívül, hogy ugye eljártunk napi egy gambaórára, meg gyakoroltunk, amikor fölkeltünk, és amíg, tudom én, hajnalban le nem feküdtünk, addig folyamatosan csak zenéltünk. Emellé csatlakozott az a vágy és óhaj, hogy amennyiben lehet, a vadászatért kulturális tevékenységet is folytassunk, így kialakítottunk egy olyan kapcsolatot a Gyulai ZRT-vel, a Gőbölös Péter vezérigazgató úrán keresztül, aki ugye nem csak nagy zenekedvelő, de aktív zeneművelő és zenész is az életben. Tehát ez volt a harmadik pillér, amivel igazából szerettük volna gazdagítani ezt a tevékenységet. A műsort támogatta az SP-Jagd vadászüzlet. A www.grube.hu a minőségi vadász és turisztikai felszerelések boltja. A Nimród vadászújság. A Nemzetközi Safari Klub magyarországi tagozata, vadért, vadászokért és a jövő nemzedékért. A műsort támogatja a John Deere Gator terepjárót forgalmazó Kite ZRT. www.kite.hu. A Puhi Tárnok út- és hídépítő Kft. A műsort támogatta a Bolyhos Pálinka. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.